November 11-től a kormány nem csak az éttermeket és a vendéglátó helyeket záratta be, hanem a kulturális intézményeket, kiállító tereket és mozikat is. Így a Babics Mihály kulturális központban is elmaradnak a következő egy hónapra tervezett események. A kulturális központ munkatársai minden nap azon dolgoznak, hogy az elmaradt előadásoknak, koncerteknek új időpontot találjanak. Addig pedig igyekeznek jelen lenni a mindennapi életben összegeztük, megnéztük a programjainkat, és szépen visszük őket, amit természetesen lehet az online térbe. November végén például lett volna egy kiállítás megnyitónk, hogyha kezdhetem ezzel. Ugye Baki Péter, ő a művészetek házának volt az igazgatója, és hát egy ilyen életmű kiállítás lett volna egy a 70. Születésnapra, születésnapja apropóján. Ott is igazából az online térbe költöztetjük az egész kiállítást. Gödrei Zoltán, a Babics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője bízik benne, hogy hamarosan személyesen is megtekinthetik az érdeklődők a kiállítást. Az intézmény idén 50 éves, amire szintén nagy ünnepséggel készültek, de a korlátozások miatt ez is elmarad, illetve átalakul és átkerül az online térbe. Én azt gondolom, hogy a közönség miatt is mindent meg kell tennünk azért, hogy a közönséget kiszolgáljuk. Tehát a közművelődés, a kultúra, a, a szórakozás, a szórakoztatás ezen formája az, az egy pici fényt visz az embereknek az életébe. És ezeket, ezeket nekünk fényt kell vinni az életbe. Tehát nekünk szórakoztatni kell a közönséget, mert azért most nehéz, rettentően nehéz. Gödrei Zoltán azt mondja, most ezen a felületen lehet jelen lenni, szerepelni, és nem akarják cserben hagyni nézőiket. A Kulturális Központ folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket a közösségi médiában és az intézmény honlapján a változásokról, valamint a hamarosan jelentkező online tartalmakról.